klub alig adott otthont a Videoton vállalatcsoport idei családi napjának. A Balatonaligai találkozón a Holding 19 vállalatának hagyományos eseményén mintegy 5000 munkavállaló és családtag vett részt. A legértékesebb magyar tulajdonban lévő, idén 80. születésnapját köszöntő Videoton dolgozói az eső ellenére kiváló hangulatú rendezvényen ünnepelhettek. A szakmaiság nagyon fontos minden más napon. Ez a nap most nem erről szól. Egyébként úgy alakultak az események, hogy a legnagyobb kihívássá nem az új üzletek megszerzése vált, hanem az üzleteknek a teljesítése. A teljesítéshez emberek kellene. És ez a családi nap is arról szól, hogy az emberek kicsit kerüljenek közelebb egymáshoz, és ez a videótonos feeling, ami immáron 80 éves, hogy ez meglegyen. 19 vállalatcsoport dolgozik önöknél, és egyre jobb színvonalon. Hogyan lehet a fenntartható fejlődést megtartani? Ez egy nehéz kérdés. Megint azt tudom mondani, hogy elsősorban emberek kellenek hozzá. Olyan most a konjunkturális helyzet, hogy kereslet van a szolgáltatásaink iránt, a gyártási szolgáltatások iránt, a technológiánk is jó, a versenyképességünk is jó. Ami egyre nehezebb biztosítani, az a munkaerő. Tehát a fő kérdés annak, hogy a nem is, hogy a növekedésünket biztosítani tudjuk, mert az óriási kihívás, de hogy egyáltalán szinten tudjunk maradni, a fő kérdés az az embereknek a megfelelő motiválása. Nyilvánvaló, hogy a technológiai fejlődés az tetten érhető minden egyes pillanatban. Nagyon-nagyon fontos az emberek szakmai fejlődése, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy egyre több fiatal választja azt az innovációs szemléletet, ami önöket jellemzi. Igen, folyamatosan fejlesztjük a technológiánkat. Eddig átlagosan olyan 6 milliárd volt az éves beruházási programunk. Ebbe az évbe, 2018-ba ez most a duplája lesz, 12 milliárd legalább. Tehát ebből is látható, hogy ugye két oldalról próbáljuk biztosítani a jövőt. Egyik oldalról, ahogy az előbb elmondtam, a dolgozóknak a megfelelő motiválásával, a képzésével, az ilyen családi napokkal, a korábbi dolgokat, mint amilyen a dolgozói nyaralás például, az ilyen csapat összetartások, de a képzéseket ugyanígy mondhatnám ennek a javításával. A másik pedig a technológiának folyamatos fejlesztésével. Szerencsére a tőkehelyzetünk olyan, hogy ezt megtehetjük. Ha kitekintünk Európába, illetve a világra, nagyon is jól tudjuk, hogy Európában ott vannak az élvonalban. Ez fenntartható? Mondhatnám azt, hogy nagyon egyszerű, ugyanazt kell tennünk, amit eddig tettünk. Ez egyáltalán nem egyszerű. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egészen biztos az, hogy a Videoton az továbbra is a szerződéses gyártás, a contract manufacturing cégeknek az élvonalába fog maradni. Pontosan azért, mert a csapat az jó, a technológiánk jó, a versenyképességünk megfelelő, és képesek vagyunk a fejlődésre, az önerőből való fejlődésre. Ez a leglényegesebb. Úgy tudjuk javítani a hatékonyságunkat, hogy annak ellenére, hogy rendkívül nagy a bér növekedés miatt generálódó kihívás, költségszintünk növekedésébe, ezt tudjuk ellensúlyozni a hatékonyság javításával, az emberi hatékonyság, a technológiai hatékonyság javításával. De ugye az előző években ugyanúgy meg tudtuk tenni, ugyanezt a szöveget szinte szóró-szóra el tudtam volna mondani a korábbi években is, mindig volt bennünk aggodalom, most is van, és mindig sikerült növekedni. Ebbe az évben is, eddig az előző évhez képest 10%-kal vagyunk magasabban, mint ahogy voltunk, a munkaerőpiaci helyzet ellenére. Tehát én egészen biztos vagyok abban, hogy ezt a pozíciót meg fogjuk tudni tartani. A Videoton megszerezte harmadik bajnoki címét, önök pedig esztendőről esztendőre bajnokok. Mindig van valaki, aki az európai székhelyű szerződéses gyártók között előttünk van, mármint Európában, nyilván nem Magyarországon, de mi Európát tekintjük a mozgásterünknek. Mindig van valaki előttünk van, de sose ugyanaz. Mindig valaki más. Mi pedig mindig ott vagyunk a második, harmadik helyen, attól függ, hogy milyen paramétert nézünk. Árbevétel szempontjából nem, de hozzáadott érték szempontjából igen.
Tehát mindig van előttünk kihívás. Remélem, hogy az az idő is eljön, amikor egy Európába, az európai székhelyűek között az első tudunk lenni. A szakmai mentális felkészültség mellett a vállalatcsoportnál nagy figyelmet fordítanak a dolgozók egészségére is. A humán politika kiemelt része a szakszerű szűrőprogram a megelőzés jegyében, amelyet természetesen nem mulasztottak el Balatonaligán sem. A videótan különösen nagy gondot fordít a dolgozók szűrővizsgálatára. Körülbelül 10 éve működik a videótan rendelőben az Alba szűrőközpont. Itt a videótonos dolgozók ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt. Módjuk van belgyógyászatra, kardiológiára, laborvizsgálatra, nőgyógyászatra, urológiai vizsgálaton részt venni. Tüdő légzésfunkciós vizsgálatokat végzünk, és körülbelül 2 éve indult el egy vastagbél szűrővizsgálati programunk is. Miként lehet megértetni az emberekkel, hogy sokkal többet fordítsanak időt, igényességet az egészségükre? A dolgozókat próbáljuk a foglalkozás egészségi alkalmassági vizsgálatok során bevonni a szűrővizsgálatok elvégzésében, és a programjainkat ezeken a vizsgálatokon is népszerűsítjük, és az ilyen videótonos családi és sportnapokon is. A vizsgálatokra nagyon nagy számban jelentkeznek a dolgozók, könnyen elérhetőek a szűrőprogramjaink, a humánpolitika segít a szűrővizsgálatok megszervezésében, a rendelőbe dolgozó kollégák és a kórházból érkező szakorvosok segítségével végezzük a szűrővizsgálatainkat. Videóton dolgozónak lenni jó, emelte ki Fejes Gábor szervezetfejlesztő, mert a vállalatvezetés mindent megtesz azért, hogy a cég munkatársai folyamatosan fejlődhessenek, és mind szakmailag, mind emberileg is megbecsült tagjai lehessenek az Európa élvonalába tartozó cégnek. Ez egy olyan cég, ami figyel az emberekre, sok ilyen program van, sok ilyen rendezvény van. Szerintem a Videóton, mint magyar tulajdonú vállalat, sokkal érzékenyebb az emberek problémáira, az életére, és ezt a mindennapjaiban mindig is szem előtt tartja. Mit érzékelnek a dolgozók abból a technológiai fejlődésből, ami Európa élvonalába repíti a Videóton? Szerintem a dolgozók is napról napra rácsodálkoznak, hogy ez a cég, amelyik ugye saját márkával nem rendelkezik, bérgyártással foglalkozik, napról napra meg tud újulni. Egyre inkább azt látják, hogy a különböző tagvállalatoknál egyre innovatívabb technológiákkal dolgozunk, és haladunk mi is az ipar 4.0-ra, az automatizáció felé. Szakmai fejlődés a világszerte rányomja a bélyegét az elektronikai cégekre, ezt érzékeli maga a vásárló is, illetve a fogyasztó. Mit kell tenniük önöknek azért, hogy lépést tartsanak a világban? Szerintem nagyon fontos, hogy aktívan keressük a vevőinket, hogy egy olyan szélszes munkát végezzünk, ahol mi találjuk meg a potenciális vevőt, és nem csak arra várunk, hogy a vevő találjon meg minket. És természetesen, ahogy ezt ma már a világon mindenhol elvárják, jó minőséget, jó áron, magas szintű szolgáltatásokkal kell eladni. A vállalatcsoport 19 tagja figyel egymásra a hétköznapokon is, hiszen azt tudjuk, itt látjuk, hogy itt összejönnek, és ez egy jó csapat. Ugyanakkor a hétköznapokon dől el minden. Igen, van egy folyamatos információáramlás természetesen a menedzsmentek között is, ez biztosítja ugye a holding jellegű vezetés is, de természetesen az is igaz, hogy a dolgozók naponta együtt jönnek a különböző buszokon, és ezen a szinten is megvalósul gyorsan az információáramlás, úgyhogy ez a fajta információáramlás meg is követeli, hogy a vezetők napra készek legyenek egymás munkájával kapcsolatban. Nagyon fontos még az, hogy olyan projektjeink vannak, ahol a tagvállalatok is együtt dolgoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy figyelnek egymásra? Természetesen. A tagvállalatok dolgozói összemérhették erőket biciklizésben, tollaslabdában, főzésben, míg a gyermekeket számtalan játékprogram, színpadi előadás várta.